Balassagyarmat, Dabas Diego KC, 32-33. Én szívből gratulálok a győzelemhez. Kérem, értékelje a mérkőzést. Nagyon izgalmas, nagyon nagy csata volt, erre számítottunk. Most azt hiszem a Balassagyarmat 3 évvel ezelőtt jutott föl. Minden egyes ilyen idegenbeli mérkőzésünk ilyen 2-3 gólos, nagyon kemény, nagyon nagy keménység végig a védekezésben, támadásban, hajszál hiány, tehát ilyen nagyon apróságokon múlik a mérkőzésnek a végkimenetele. Tudtuk, hogy most is így fog ez történni. Ugye otthon általában megverjük őket elég sok góllal, itt idegenben azért mindig nagyon jól összekapják magukat, egy kifejezetten jó csapatot vertünk meg, egy kifejezetten nagy csatában, és ezért nagyon értékes ez a 2 pont. Hogyha védekezést nézzük, akkor a 2 félidőben eltérő volt. A szünetben mit mondott, mert egy agresszívabb védekezést láttam a 2. félidőben? Igen, kicsivel agresszívabb volt, bár egész 60 perc alatt a védekezés, hogy önmagában annyira nem tetszett. Az első félidőben azt hiszem, ha jól emlékszem, 15 gólt kaptunk, az bármelyik csapat ellen az elég sok, bár ez inkább az eladott labdáinknak volt köszönhető, lerohantak bennünket. A 2. félidőben azért támadásban pontosabbak voltunk egyik oldalról. A 6-os falas védekezésünk nem minden esetben működött jól, itt a 2. félidő elején sem, itt azért a Babic Balázs több mint 2 méter magas játékos meglőtt bennünket. Tehát lőttek, sikerült könnyű átlövés gólokat lőni, ekkor kinyitottunk, tehát egy ilyen zavaró védekezésre, 5+1-es védekezésre átálltunk. Ez az elején meghozta hatását, rögtön elmentünk 3 góllal, aztán megint 1-2 pontatlan lövésünk támadásban lerohanás gólokat kaptunk, és a végjátékban nagyon nagy szívvel, nagyon keményen küzdöttünk, de itt is azért sokáig védekeztünk, de mindig egy-egy hibát nagyon jó kihasználott a Balassagyarad, és ezért volt ilyen izgalmas. Viszont nem szoktam kiemelni külön játékosokat, de itt Szabó Lajosnak nagyon nagy érdeme volt abban, hogy mi itt győzni tudtunk, nem is tudom, szerintem több mint 10 gólt lőtt, sorsdöntő szituációkban magára vállalta a felelősséget, és élt vele pozitívan, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt az ő részéről, de természetesen az egész csapatnak a küzdeni tudását dicsérni kell. Örülök, hogy nem ismétlődött meg az előző héten a Békés elleni mérkőzésünkkor, hogy ugye itt az utolsó pillanatokban veszítettünk egy pontot, most sikeresen, most pedig szerencsénk volt, ilyen az élet, most visszakaptuk. Említette, hogy a 2. félidőben 2-3 gólral folyamatosan mentünk, és az utolsó percben, de ha jól emlékszem, akkor 30 másodperc volt még, amikor kiegyenlítettek, 32-32 volt. Mit lehet ilyenkor mondani a játékosoknak? Igazából akkor már nem volt időkérésem. Ilyenkor már nagyon a játékosokat ebben az utolsó pillanatokban, ilyen kiélezett szituációknál már igazából csak a hév viszi előre. Itt megbeszéltük, bekiabáltam, de nem nagyon hallották azokat a játékokat, amit játszanunk kellett. Viszont itt egyéni akciókból sikerült aztán gólokat lőnünk. Először ugye Nagy Leventének, aztán Himmer Zoltánnak fontos lövései voltak itt a végjátékban, és a végén pedig megint Szabó Lajos az utolsó gólunkat megint átlövésből, de semmilyen játékunkból csak úgy oda ment és sikerült meglőnie, és szerencsére ma nagyon jó százalékkal lőtt végig. Nem konkrétan ennek az 1-2 momentumnak köszönhető a győzelmünk, mert nagyon sokat tettünk érte, de nagyon fontos volt itt a végjátékban ez. Ezzel a győzelemmel megőriztük a 2. helyet a bajnokságban. Azt nem tudom, hogy a Cegléd, illetve a Békés mit játszott, de 3 mérkőzés van még hátra, 2 ebből hazai, 1 pedig Debrecen. Ez a mai győzelem, ez mit jelent a bajnokság végkimenete szempontjából? Hát nagyon-nagyon fontos győzelem volt, ugye most már hőn állított célunk, hogy megszerezzük ezt a bizonyos ezüstérmet, amiről olyan sokat beszélünk. Ehhez elegendő az, hogy az utolsó 3 mérkőzésünkből 2-szer fogunk ugye otthon hazai pályán játszani, azt a 2 hazai mérkőzést valahogy megnyerjük, és akkor másodikok leszünk. Ezért nagyon fontos ez a 2 pont. Hogy a Békés meg a Cegléd mit játszott, azt nem tudom, azt hiszem ők is pont velünk egy időben játszottak, nem soká ki fog derülni, de nem kell nekünk senkit nézni. Én természetesen szeretném mind a 3 mérkőzést megnyerni. Itt most jövő héten Törökszent Miklós ellen egy nagyon nagy csata lesz megint, ugye ott 1 góllal veszítettünk, nagyon szerencsétlen körülmények között, és most szeretnénk mindenképpen visszavágni, és a 3 csapat közül talán a Törökszent Miklós a legerősebb, ha őket megverjük, akkor megint csak egy nagyon nagy lépést tettünk azért, hogy másodikok lehessünk.
úgy vettem észre, hogy még mindig nagyon sokat sérültünk. Sokkal többet tudnék variálni, hogyha Szantófer János tudnám használni. Akkor Kis Istvánnak, természetesen most Kovács István kiválóan helyettesítette őt, de azért, amikor itt begörcsölt a lába, nagyon jó lett volna, hogyha Kis István tudom használni ott bal szélső pozícióban. Én azt gondolom, hogy ezzel a kerettel is meg fogjuk tudni ezt csinálni, hinnünk kell magunkban, és igazából a Gyöngyös kivételével még nem veszítettünk egy csapat ellen sem hazai pályán. Nagyon remélem, hogy ezt a sorozatot fogjuk tartani, sőt, meg is nyerjük mind a két soron következő mérkőzésünket.